Alapvetően a CRM rendszernek a bevezetése üzleti aspektusai, technológiai aspektusairól fogok beszélni ebben a 21 percben. De mégiscsak megpróbálom előtte valahogy ezt elhelyezni a CRM rendszernek a elvárásait, illetve azt, hogy mit lehet egy üzleti alkalmazástól elvárni. Nagyon sok sztereotípia él, hogy mi ez a CRM, és ez a sztereotípia ez rendkívül leszokta szűkíteni azt, amit egy valós CRM, mint üzleti alkalmazásnak tudnia kell. És akkor ezeken a pontokon fogunk itt közösen végig szaladni. Az egyik, és még messzebbről indítok, az maga az információ vagy adat, az, hogy gyakorlatilag emberi agy számára már nem értelmezhető mennyiségű adat vesz minket körül, tart a végtelenhez, ezzel mindenki napi szinten szembesül. A adat és információ közötti különbség az ebben az aspektusban számomra az, hogy az a típusú adat, ami számomra hozzáadott értéket képvisel, azt már tekinthetem információnak, illetve maga a sugár CRM vagy a CRM rendszerek, ilyen információs rendszerek, amik ezeket megpróbálják számunkra emészthető formában tálalni. A CRM rendszer, mint nevéből fakadóan, mondjuk, ha csak az alapokból indulunk ki, hogy ügyfélkapcsolatot kezel, akkor azt mondhatjuk, hogy egy ügyfélhez kapcsolódóan rendkívül nagy mennyiségben áll rendelkezésre külső információ, bármilyen social networkről beszélünk, az ügyfélnek a honlapján elérhető adatokról, tehát rendkívül sok külső információ van, és egy ügyfélről potenciálisan rendkívül sok belső információval is rendelkezünk, vállalatirányítási rendszerből, számlázási rendszerből, levelező rendszerből, stb. Stb. Ezeket az információkat hivatott többek között egy CRM rendszer, de egyébként bármilyen üzleti alkalmazásra ez többé-kevésbé akár igaz is lehet, tehát egy CRM rendszer ezeket az információkat hivatott megfelelő struktúrában számunkra prezentálni, és a megfelelő időben. A CRM-et előszeretettel használják ugye értékesítési területen is, ahol szintén van egy másik nagyon rossz beidegződés, hogy az a ügyes értékesítő, aki az információ birtokában van. Ma én ezzel nagyon erősen vitatkozom, információt ma megszerezni, én azt gondolom, hogy már nem kunszt. Információt még csak birtokolni sem feltétlenül nagy kunszt. Az a következő lépés, ahol ma tart az információ, hogy ezt az információt én a megfelelő időben és megfelelő helyen tudjam prezentálni, illetve az, hogy ezzel az információval mit tudok kezdeni. Ha én itt most a terembe földobnék egy olyan játékot, hogy 24 órán belül aki nekem egy miniszternek a telefonszámát megszerzi, az kap tőlem 1 millió forintot, akkor körülnézek, nagyjából 20 millió forintot valószínűleg el is buknék. Egy nap alatt itt a teremben bárki egy miniszternek a telefonszámát meg tudja szerezni. Nem dobtam föl, nem ajánlottam föl, úgyhogy a felcsóválás csal ilyen szinten nem fogok vitatkozni. Én azt gondolom, hogy a Facebook, a különböző publikus cégadatbázisok, a különböző minisztériumok és akármilyen szervezeteknek a átláthatósága apropóján előbb-utóbb el lehet ide jutni. Ezzel két baj van, a 24 óra, a másik az, hogy ezzel az információval én valószínűleg semmit nem tudnék kezdeni, mert nem tudom felhasználni semmilyen célra. Innentől kezdve az információnak a én értelmezésemben a lényege az, hogy megfelelő időben megfelelő helyen álljon rendelkezésre, és az igazi üzleti érték az, hogyha én ezt az információt fel is tudom használni. Nagyon gyorsan egy CRM-ről a sztereotípiákat az van a végén, ugye azt nagyon sokan úgy élik meg a CRM rendszeret, hogy az az, ahol én nyilván tudom tartani, hogy az ügyfelem milyen szeszes italt szeret. Remek, jó, ezt is megtehetem, ez egy valós CRM rendszer funkcionálásának nagyjából az egy ezreléke. Meg azt is, hogy hány gyereke van, meg mikor van a születés és névnapja.
Egy tényleges CRM rendszer esetén ügyfél adatbázis sokról beszélünk. Különböző minősítésű, különböző információ tartalmú adatbázisokról, és nem feltétlenül egyről, szegmentálva, milyen fázisban vannak az ügyfelek éppen a szervezetemmel kapcsolatban. A teljes kommunikáció integráció, a levelezés, a telefon, az, hogy most IP telefon és a hangot is rögzítjük, vagy tároljuk a CRM-be, ez is lehet egy kérdés. Erre mindig el szoktam mondani, hogy egy CRM-ben tárolt telefonoknak a hang lenyomata, az kizárólag minőségbiztosítási szempontokat képes kiszolgálni. Üzletileg nem lesz értelmezhető, tehát én nem fogok visszahallgatni 10-szer fél órás telefonbeszélgetést, hogy képbe kerüljek üzletileg az adott ügyféllel. Ezeknek valami kivonatolása az, ami üzletileg értelmezhető információ lesz. Ugyanígy a kommunikáció integrációba akár a teljes dokumentum menedzsmentet is beleérthetjük. Beletartozik a lead management, amikor még nem ügyfél, de nagyon szeretnénk, és ő is már valamiféle szándékot mutatott arra, hogy előbb-utóbb, és az előbb-utóbb ez a egy hónaptól akár az 5 éven keresztül tartó ciklus, ő ügyfél lehet, és már ebben a szakaszban is én képes vagyok kezelni ezt egy professzionális CRM rendszerbe. Opportunity management az egyik legfontosabb, erre meg azt szoktam mondani, hogy a CRM-et és a CRM-nek látszó tárgyat ezen a ponton lehet megkülönböztetni. Az opportunity management, amikor a valós üzleti potenciált és lehetőségeket képesek vagyunk folyamatába kezelni a CRM rendszerbe, és akkor itt az üzleti életben rendszerint szeretnek párhuzamot vonni, hogy hát az üzleti lehetőség az maga az ajánlat, hiszen kiadtam az ajánlatot. Nem, az üzleti lehetőség az nem az ajánlat, ugyanis egy üzleti lehetőséghez a legtöbb üzleti területen jellemzően több ajánlat, több verziójú ajánlat tartozik. Az üzleti lehetőség az az, ami valós üzleti potenciált én azonosítottam. XY bejött az autókereskedésbe, és egy darab családi autót akar megvásárolni. Hiába adok neki 5 ajánlatot, ő egy két lábon járó, egy autót vásárló potenciál. Szintén a professzionális CRM-nek a marketing tevékenységek integrációja ugyanúgy szerves része, hiszen ugyanúgy az ügyfelek vagy a külső kapcsolatok egyébként akár beszállító is lehet, tehát ugyanezekkel a kapcsolatokkal folytatok más csatornákon, más típusú kommunikációs tevékenységet, ez lehet az e-mail kampánytól kezdve a TV hirdetésig bármi. Egy TV hirdetést értelemszerűen sokkal nehezebben tudok egy-egy ügyfélhez hozzárendelni, még mondjuk egy e-mail kampányt azt nyomon követett módon is hozzá tudok rendelni egy adott ügyfélhez. Viszont egy e-mail kampánynak a generált üzleti lenyomatát szintén nyomon tudom követni egy CRM rendszerbe, illetve ami megint egy szakmaiak fölkapott terület, ez a SFA vagy értékesítés támogatás automatizálása, ez egyébként egy CRM bevezetésnek a sikerességét nagyon nagy mértékben önmagában képes befolyásolni, hogy a jól algoritmizálható üzleti folyamatokat mennyire támogatom a rendszerből automatizálva, rendkívül föl tudja gyorsítani a folyamatokat, csökkenti a esetlegességeket, a hibák számát, és ami talán az egyik legfontosabb erénye az előbb felsoroltak mellett, hogy a végrehajtó, a dolgozó, aki egyébként felelni fog az információ minőségére, amit én a rendszerben tárolok, ő szolgáltatást is kap a rendszertől, és nem csak egy újabb adminisztrációs terhet. Tehát ha neki egy ajánlat elkészítése nem 40 perc watt kattingatás Word-ben, Ctrl-C, Ctrl-V-vel a korábbi ajánlatok alapján, hanem egy darab gombnyomásra megjelenik egy PDF dokumentum az ügyfél adataival, a szervezet adataival, a kiajánlott termék összes specifikumával, akkor az értékesítő is kapott valamit a rendszerből, és egyébként a gomb megnyomásával a háttérben rendkívül sok adminisztrációt elvégzett automatikusan. Nagyjából sikerült talán elmondani azt, hogy én mit gondolok arról, hogy majd CRM rendszer alatt mit lehet érteni, komplett üzleti folyamatok támogatását. Miért a nyílt forráspont, ha már itt a FSF konferenciáján ilyen szép számban összejöttünk?
Azért, mert nyílt forráskód alapokon professzionális üzleti alkalmazások elérhetőek. Nem játékszerek, nem jópofa hobbi projektek, professzionális alkalmazások is elérhetők. Miért nyílt forráskód? Azért, mert a licenszdíjas, vagy ahogy fogalmazunk kicsit határozottabban, licenszdíjjal terhelt megoldásokhoz képest 30-90%-kal alacsonyabb költségen, ugyanabban a minőségben meg lehet valósítani, és zárójelben hozzáteszem, hogy az adott cég, aki ebben közreműködik, az adott esetben magasabb profitot képes elérni, mintha egy licenszdíjas termékkel csinálná. Ez nem tudom, ennyiből mennyire volt egyértelmű, nevén nevezem, magasabb óradíjjal lehet ilyen típusú rendszereket csinálni, mint hogyha mondjuk nem Sugar CRM, hanem Microsoft Dynamics alapokon csinálnánk. Ehhez képest még mindig mindenki jól jár a végén. Transzparencia, az, ami történik a rendszerben, megfelelő tudással, az ügyfél számára is átlátható egy nyílt forráskódú rendszerben, nincsenek kiskapuk, nincsenek backdoorok, hogy ki és hol viszi el az adatokat. Ha megvan a megfelelő szakmai kompetencia, akkor a forráskód alapján teljes mértékben transzparens rendszer. Birtokon belül kerül az ügyfél, nincs az a kitettség, hogy előfizettem egy évre, két évre, és hogyha két év múlva, amikor nekem már az egész szervezetem összes információját beköltöztettem, egyszer csak a szállító vagy a szoftver tulajdonos azt mondja, hogy holnaptól háromszoros díjen érhető el, akkor gyakorlatilag el lehetetlenít. Ehhez képest egy ilyen nyílt forráskódú rendszer birtokába is kerülhetek. Rugalmasabb fejlesztés, sokkal hatékonyabban és gyorsabban, ahogy szoktam mondani, könnyékig turkálva a kódban lehet rugalmasan fejleszteni. Szintén a nyílt forráskódú rendszerek sajátossága, hogy a tényleges funkcionalitás az nem zárt ajtók mögött okos vagy kevésbé okos marketingesek fejéből kipattanó funkcionalitásokat tartalmaz, hanem olyat, amit a valóság és valós élet és valós ügyféligények szülnek. Miért a Sugar CRM? A Sugar CRM alapvetően egy nyílt forráskódú, de kereskedelmi projekt, tehát van CE verziója és van előfizetéses verziója, mi értelemszerűen, meg a mai előadás is a CE verzióról szól. Ezzel együtt egy professzionális CRM rendszerről beszélünk, ugyanaz az alapja, mint a kereskedelmi projektnek. Hát több mint 1 millió felhasználója van, 30 ezer fejlesztő fölött van, több mint 1000 külső alkalmazás hozzáférhető, ebben vannak fizetős és ingyenes alkalmazások, de megint csak egy új ügyféligény esetén érdemes először a Sugar Forge-on körülnézni, mielőtt az ember vadon nekiáll kódolni, hogy ilyen-olyan funkcionalitásokat le akar fejleszteni. Egy konkrét példát mondjak, a Sugar CRM CE verziójának rendkívüli módon le van butítva a jogosultság kezelése. Ehhez képest azt hiszem nagyjából 60-70 ezer forintért érhető el egy Security Suite nevű alkalmazás hozzá, ami gyakorlatilag a Sugar CRM CE verziójának a jogosultság kezelés képességeit fölemeli az Enterprise szintre, és nagyon szofisztikált dolgokat meg lehet benne valósítani. Még egy fontos, az üzleti keretrendszerként, vagy üzleti alkalmazás keretrendszerként is lehet tekinteni rá. Kellő távolságból nézve ez egy szofisztikált adatbázis kezelőhöz írt zseniális felhasználói felület, bármilyen üzleti logikát meg lehet benne valósítani. Előnyök és hátrányok, kezdjük gyorsan az előnyökkel, gyors és rugalmas fejleszthetőség, MVC modellben íródott, tehát tényleg a nagyvállalati környezetnek és a nagyvállalati szoftver fejlesztési modellnek megfelelően rendkívül sok API-val rendelkezik, különböző gyári konnektorokkal, mailszerverhez, címtár szolgáltatáshoz viszonylag gyorsan össze lehet hangolni, és rendkívül sok bővítmény áll alapértelmezésbe is rendelkezésre hozzá. A hátrányok, és idézném az első sort, a gyors és rugalmas fejleszthetőség. Ugyanezen a ponton nagyon könnyű elvérezni, rendkívül sok technológiai és üzleti buktatóba lehet beleszaladni, tehát ha valaki az MVC modellt nem tartja tiszteletbe, és PHP-ba elkezd vadul benne kódsorokat írni, akkor viszonylag gyorsan össze lehet omlasztani a rendszert,
És ugyanez igaz az üzleti logikára is, ha valaki az üzleti folyamatokat nem látja át, nem veszi a fáradtságot, hogy értelmezze, akkor pillanatok alatt az egész logikai rendszert romokba lehet dönteni. Milyen lehetőségeket rejt? Versenyképes alternatíva tényleg a legnagyobb környezetekben is, vagy a legnagyobb létszámok mentén is, ami jó az ügyfélnek, mert költséghatékony és professzionális rendszert kap, jó a bevezető cégnek, mert sikerélménye van és pénzt tud keresni, jó a sugár CRM-nek, mert ugye a nemzetközi elvárás az, hogy a szabad felhasználású verziókról 4-5%-os átvándorlásra építenek, tehát az azt jelenti, hogy a szolver esetében is már nem egy ügyfélnek statisztikai alapon át kéne vándorolni a fizetős verzióra. Hát az szinte mindenkinek, és a Smiley itt talán ilyen környezetben el lehet említeni, hogy hát talán nem annyira jó a SAP-nak, Microsoft-nak, Oracle-nek, de szerintem ezzel még megbirkózunk. Ami szintén fontos és némi evangelizáció, a Magyarországon is komoly potenciál van már a nyílt forráskódú üzleti alkalmazások kiaknázásában, és azért mondom, hogy Magyarországon is, Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban ennek most már 10-15 éves hagyománya van. Kockázatok. Miután a diák elérhetőek lesznek a rendezvényhez kapcsolódóan, én nem fogom ezt végigolvasni, és egy-egy kockázatról nagyjából önmagában egy órás előadást lehetne tartani. Ami talán ehhez a diához kapcsolódóan érdemes megemlíteni, hogy ezek a típusú kockázatok bármilyen üzleti alkalmazás bevezetésénél mind mérlegelésre kell, hogy kerüljenek. Tehát ezek általánosan igazak, nem csak a CRM rendszerekre. Az, hogy ezekre a kockázatokra milyen válaszokat adhatunk, a Solver esetében, ahol én dolgozom, ezek a válaszok, megfelelő struktúrában kell felépíteni ilyen projektet, követelményanalízis, tervezési fázisra nagyon oda kell figyelni, és az összes lépést betartani a oktatásig és a rendszer támogatásig, ami egy éles rendszer indulását követő periódus, odáig bezárólag. Integráció, hogy CRM esetében soha nem szigetrendszerről beszélünk, hiszen arról beszéltem a legelején, hogy nagyon sok külső információ és belső, más rendszerekből származó információkat kell tárolnunk és megfelelő formában megjelenítenünk. A legkisebb bevezetés esetén is minimum 2-3 rendszerről beszélünk, amivel integráljuk. Nagyvállalati környezetben ez 20-30-50-ig is elhaladhat, akár az iparág specifikus rendszerekig. És az utolsó diához értünk, van 42 másodpercem, szép, attraktív számok vannak rajta, ezek csak a saját esettanulmányaink, ügyfelek felhasználó szám szerint tényleg az 5-től a 2000 fölöttig, kezelt ügyfelek száma a néhány száztól a több mint 2 millió ügyfelig, és ez még mindig sugár CRM, CE verzióról beszélünk, itt egy kollégával beszélgettem, hogy jó a sugár CRM vagy nem, ilyen méretű rendszereket képes kiszolgálni nemzetközi projektekben, telekommunikációs cégnek a frontend CRM rendszer, az egy sugár CRM CE verzió, és hát az integrációk bármilyen rendszerrel, ami szabványos, azzal nagyon könnyű integrálni, ami szabványos interfészeket ad, ami nem, ott meg kicsit nehezebb, mert sokat kell hozzá fejleszteni. Ennyi lett volna, amit én CRM-ről 21 percben önöknek nektek el tudtam mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, illetve ha bárkinek van kérdése, akkor nagyjából 5-ig még kint is elérhetőek vagyunk, vagy hát ha itt még nem tudom, az belefér, de szerintem 3 perc múlva jön a következő előadó, úgyhogy kint találkozunk. Köszönöm szépen!